Dunakeszire érkezett egy szűrőbusz, ha jól tudjuk, akkor ezt államtitkár úrnak köszönhetjük. Milyen akció keretében érkezett a busz? Ez egy országos esemény, vagy kimondottan ide Dunakeszire lett szervezve? Ez a busz kifejezetten ide Dunakeszire érkezett, de több ilyen busz van, 10 ilyen busz járja az országot, és azért az egyik célállomás Dunakesz, hiszen azért Dunakeszin mégiscsak lassan 45 ezeren élnek, úgyhogy fontos, hogy a szűrés, a megelőzésre is odafigyeljünk. Ez külön programja most a kormányzatnak, az, hogy a gyógyítás mellett a szűrés is hangsúlyt kapjon, vagy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon. Ugye ebben a buszban méhnyakrák szűrés is van, emellett életmód tanácsadás, többféle életmód tanácsadás, és a mai napon most már elég sokan vettek részt, több mint 60-an voltak itt a buszban, több mint 100 érdeklődővel. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres dolog, és fölhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára. Nem csak a gyógyítás, hanem a megelőzés fontos, hogyha ezt jól végezzük, és sokan vesznek részt a megelőzési programokba, akkor bizony sokkal kevesebb lesz a beteg. Tehát ide kapcsolódik az, hogy éppen vasárnap volt a rák világnapja, úgymond, tehát a rákbetegségnek a világnapja, és ott elhangzott, hogy nagyon sokat tehet mindenki azért, hogy ezt a betegséget ne kapja meg, hiszen Magyarországon a halálozásnak a listáján a második helyen szerepel a rákos megbetegedés. Azt lehet mondani, hogy az ember sokat tehet a saját egészségéért. Milyen más lépéseket tervez még a kormány, amelyek tudatosítják ezt az emberekbe, hogy valóban nagyon fontos a szűrés, a megelőzés. Valóban a szűrés és a megelőzés fontossága talán mindent megelőz, hiszen hogyha a szűrések jól sikerülnek, akkor sokkal kevesebb lesz a beteg. Ezt egyrészt szeretnénk népszerűsíteni is. Népszerűsíteni azt, hogy mindenki egészségesebben étkezzen és egészségesebben éljen, hiszen ez már önmagában segít ahhoz, hogy egyre kevesebb beteg legyen, főleg a rák betegségeknek a területén. De a másik oldalról persze a gyógyításban is előre kell lépni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy most komoly 5 milliárdos fejlesztések lesznek az onkológiai intézetben is, az Országos Onkológiai Intézetben. Azt gondolom, hogy ha a gyógyítás területén is előre tudunk lépni, és a megelőzés területén is, akkor a betegségek száma jóval le fog csökkenni, sokkal kevesebb lesz a beteg, és sokkal több az egészséges ember. Visszatérve erre a szűrőbuszra, hogy egy típusú betegséget szűrt, ez egy ingyenes lehetőség volt a dunakesziek számára. Tervezik-e még azt, hogy a jövőben hasonló lehetőség lesz, esetleg más típusú betegségek esetére? Ez a szűrőbusz ez egy teljesen magyar fejlesztés egyébként, és a szűrőbuszban sokféle betegséget lehet szűrni. Szakemberek most erre a területre érkeztek, így azért van most ez a szűrés, de természetesen a későbbiekben még szeretnénk azt, hogyha ilyen ingyenes szűrőbuszok nem csak itt Dunakeszin, hanem a környékbeli településeken is járnának, és segítenének az embereknek abban, hogy az életmódjuk is egészségesebb legyen, és hát másfajta betegségeket is megelőzzünk. Köszönöm szépen. Talán nem véletlen az, hogy éppen ide a lakótelep közepére érkezett ez a busz, hiszen tudjuk azt, hogy Dunakesz egy nagyon nagy város, de talán itt a legnagyobb a népsűrűség a lakótelepi házaknak köszönhetően. A közvet képviselője Szelterejk József, mi szólsz hozzá, mennyire volt ez sikeres ez az akció? Hát elsősorban szeretném megköszönni Tuzson Bence képviselő úrnak, hogy segített ennek az egészségügyi akciónak a megszervezésében. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres és nagyon népszerű kezdeményezés volt, és bízom benne, hogy lesz ennek majd egy rendszere, ami folyamatosan lehetővé teszi, hogy néhány alkalommal meglátogasson minket egy ilyen busz. Valóban így van, hogy Dunakeszinek ez a talán legsűrűbben lakott része a lakótelep, ezért úgy gondolom, hogy szerencsés helyen volt itt ez a busz, amit bizonyítanak a számok is, hogy hányan jöttek el. Amikor hallottam, megkeresett képviselő úr ezzel az ötlettel, akkor nagy örömmel vettem és segítettem abban, hogy minden több emberhez eljusson ez az információ, és remélem, hogy sokan igénybe vették, igénybe veszik még a mai napon ezt a szolgáltatást, és élnek vele, élnek ezzel a lehetőséggel, és még egyszer megköszönöm, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagy segítség az itt élőknek. Ugye nem csak mint körzetképviselő, hanem sportigazgató is beszélhetünk arról, hogy az egészséges életmód, a megelőzés, a szűrés, a mozgás, ez mind-mind összekapcsolódik. Mennyire lehet az embereket most felállítani a tévé mellől, számítógépek mellől? Ugye jön a tavasz, talán egyre könnyebb lesz kimozdulni, de milyen jó tanácsot lehetne így megfogalmazni, hogy mit tudunk tenni saját magunk az egészségünk megőrzése érdekében? Hát ez egy nagyon jó párhuzam, én is úgy gondolom, hogy ez itt összefügg a kettő, a sport és az egészség. Mi ugyan az elején vagyunk a folyamatnak, tehát mi azt a részét célozzuk meg, hogy elkerüljük már az egészségügyi kezeléseket, de nagyon fontos, hogy azért ez összefüggjön ez a kettő, és itt egy tanácsadás is folyt a buszban ezzel kapcsolatosan egészségügyi kérdésekben. És mit tanácsolok? Én azt gondolom, hogy minden idő alkalmas arra, hogy valamilyen mozgást végezzünk. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a saját maga állapotához, fizikai állapotához, kondíciójához
korosztályhoz képest tegye meg azt, ami szükséges. Én azt gondolom, a mai világban ez elengedhetetlen, hiszen annyi olyan elfoglaltság adódik már manapság, ami üléssel jár, folyamatos számítógép használattal, vagy egyéb más ülő munkával, hogy nagyon fontos, hogy találjuk meg azt az időt az életünkbe, amikor egy kis mozgással ezt ki tudjuk egészíteni, és az egészségünket ezzel is meg tudjuk őrizni. Tavaly évben Dunakeszi sokat tett azért, hogy megmozdítsa Dunakesziéket, hiszen tudjuk, hogy a Mozdulj Dunakeszi egy nagyon sikeres rendezvény volt a Katonadombon. Több százan, talán nem túlzás azt mondani, talán még több ezer ember is volt, aki kiment és élt ezzel az ingyenes lehetőséggel. Folytatódik-e ez a kezdeményezés? Természetesen ez egy nagy sikerű kezdeményezés volt, én biztos vagyok benne, hogy az idén még nagyobb sikerrel fog folytatódni, hiszen az érdeklődés megvan, és számtalan más programot is próbálunk még hasonló jelleggel nyújtani a lakosság számára, hogy minél inkább lehetővé tegyük azt, hogy sportoljanak, egészségesen éljenek. Úgy tapasztalatom, hogy nagy igény van a város lakossága számára ilyen jellegű programokra, és nyitottak is rá. Tehát szerencsére nem kell nagyon erőlködnünk azért, hogy ezek a rendezvények sikeresek legyenek és sok embert vonzanak, úgyhogy inkább csak a fejünket kell törni azon, hogy milyen egyéb lehetőségeket tudunk még a számukra biztosítani. Kíváncsian várjuk, köszönöm szépen!